Ez az aláírás havi több mint 2 millió forintot jelentett Matolcsy Györgynek, ennyi volt eddig a fizetése jegybankelnökként. A mai parlamenti szavazással ő is jól járt, havi 5 millióra emelték a fizetését egy fideszes javaslatra, kivételes eljárásban. Ugyanezen a szavazáson a parlament fideszes és kereszténydemokrata képviselői úgy döntöttek, az a pénz, amit a Magyar Nemzeti Bank által létrehozott alapítványok kezelnek, már nem számít közpénznek, így nem is kell megmondani az információs törvény alapján, hogy mire költik. Matolcsy György eddig 250 milliárd forintot adott az unortodox gazdaságpolitikáját népszerűsítő alapítványoknak. A szocialisták szerint a módosítás lényege, hogy felügyelet és ellenőrzés nélkül vihessék ki a közpénzt a jegybankból. Arról van szó, hogy önök egy paravánt akarnak emelni a magyar választópolgárok, a magyar állampolgárok elé, hogy ne láthassák, hogy a színfalak mögött önök mennyit és hogyan lopnak. Kósa Lajos az RTL híradó kérdésére magyarázta el, eddig is csupán csak annyi köze volt az embereknek a Magyar Nemzeti Bank pénzéhez, mint egy vasúti kocsi polcához. Önt mégiscsak meg fogják büntetni, hogyha a közösségi vagyon voltára hivatkozva a vasúti kocsiból leszereli a polcot és hazaviszi. És azt mondja, hogy ez az enyém is, mert a magyar nemzeti közösség tulajdona. Kósa szerint miután a jegybankelnök úgy döntött, hogy 250 milliárdot alapítványoknak ad, már Matolcsynak sincs köze a pénzhez. Mihelyt az alapítványba vetettem, onnantól kezdve ahhoz a pénzhez semmi jogom, közöm, érdekem nincs. El vagyok vágva tőle. Ez az alapítvány lényege. Az a pénz megszűnik az enyém lenni. Akár ez független a tulajdonostól, ha az állam a tulajdonos, ha egy állami vállalat, ha a Nemzeti Bank. Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint a titkosítás sérti az alaptörvényt. Ellentmond az alkotmánybírósági, bírósági és hatósági gyakorlatnak. Súlyos alkotmányossági aggályokat vet fel, és sérti az igazságszolgáltatás függetlenségének követelményét. A Nemzeti Bank által létrehozott szervezetek is közfeladatot látnak el, és olyan vagyonnal gazdálkodnak, amelyet a Nemzeti Bank biztosított számukra, tehát egyúttal közvagyonnak is minősülnek. A szocialisták az alkotmánybírósághoz fordulnak a döntés miatt. A jegybanki alapítványok működésével kapcsolatban több közérdekű adatigénylési per is folyamatban van. Az egyikben a fővárosi bíróság ki is mondta, hogy ki kell adni az adatokat. Mivel a törvény visszamenőleges hatályú, ezért a többi ügyben is valószínűleg az alkotmánybíróságnak kell majd megállapítania, hogy nyilvánosak-e az adatok vagy sem. Kéri Barnabás, RTL Híradó, Budapest.